Gödöllőn a költészet napján a maratoni versmondás méltó befejezéseként kiállítás megnyitót rendeztek Szecessziós utazás a könyvtárban címmel a Városi Könyvtár és Információs Központban. A megrendezett kiállítás arra vállalkozott, hogy az illusztrálás, a tipográfia és a nyomdatechnikán keresztül a látogatók betekinthessenek a szecesszió világába. A 20. század elejének művészeti forradalma nagyon megérintette a könyvművészetet is. A nyomdákban új betűtípusokat, szecessziós betűtípusokat szedtek és alkottak. A legjobb művészeket kérték fel arra, hogy a könyveket illusztrálják. És nem csak a belső, hanem a külső megjelenése is megújult a könyveknek, hiszen a legszebb könyveink valóban a szecessziós díszítésű könyvek. Úgy éreztük, hogy a könyvtárnak ezt kell bemutatni. Ezért szecessziós könyvművészeti kiállítást szerveztünk, de hát annyi minden kapcsolódik ehhez, hiszen a nyomdatermékek gazdag skálája volt ebben az időben. Jelentek meg gyönyörű kották, jelentek meg szórólapok, exlibriszek, könyvjelzők, az újságok grafikái ugyanezt a stílust tükrözték, tehát ebből gyűjtöttünk össze, nagyon sokat kaptunk nagy könyvtáraktól, hogy bemutathassuk ezen a kiállításon. A kiállítás a könyvtár egész területére kiterjed. A földszinten olyan könyvek kerülnek bemutatásra, amelyek a kor kiváló könyvkötészeti műhelyeiben, nyomdáiban készültek. Az első emelet felnőtt kölcsönző részében a legjelentősebb hazai és külföldi szecessziós írók és költők köteteit állították ki, valamint a modern technika segítségével az érdeklődők megismerhetik a szecessziós motívumok irodalmi adaptációit is. Ugyancsak az első emeleten, de a gyermekkönyvtár részen ennek az időszaknak a kiemelkedő magyar és külföldi mestereitől mutatnak be meséket, gyermek- és ifjúsági könyveket, kiemelt figyelemmel a gödöllői művészek mesekönyv illusztrációira. A második emeleti olvasóteremben a fotózás eszközeivel mutatják be a kor építészeti remekeit, valamint elektronikus kiállítást nézhet meg a látogató a gödöllői művésztelep alkotóinak munkáiból. A földszinten található zenei könyvtárban század előtt idéző élményt kínál a jelenleg is működő korabeli gramofon és a hozzátartozó lemezek meghallgatása. A szecessziós utazás a könyvtárban kiállítás és játékos utazás 2013. július 20-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében. A